Segítség a termelőknek. 67 milliárd forintos keretet biztosítanak idén a fagykárt szenvedett gazdák megsegítésére. Továbbá a mezőgazdaságban felvehető kamatmentes hitelösszeg is a duplájára nő. Hiány szakmákat is ajánlanak. A szakképzési centrumok várják azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akiknek idén nem sikerült a felsőoktatásba bekerülni. Többen vásárolnak. Elsősorban a használt lakások és családi házak iránt nőtt a kereslet a megye településein az utóbbi időszakban. 67 milliárd forintos keretet biztosítanak idén a fagykárt szenvedett gazdák megsegítésére. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Országos szinten összesen 10.826 bejelentés érkezett a téli vagy tavaszi károkról. Ennek közel fele 4.343 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Idén a mezőgazdaságban felvehető kamatmentes hitelösszeg is a duplájára emelkedik. A korábbi évekhez képest hidegebb volt a tél hazánkban. Több napon is mértek a gazdák akár mínusz 20 fokot, vagy még ennél is alacsonyabb hőmérsékletet. A januári hónapok után áprilisban ismét visszatért a fagy. Ez a téli és tavaszi rendkívüli időjárás sok kárt okozott a termelőknek. Országos szinten több mint 40 ezer hektárnyi mezőgazdasági területről 10.826 kárbejelentés érkezett. A gazdák az Agrár Széchenyi Kártya segítségével eddig akár 50 millió forint hitelt is kaphattak a károk enyhítésére. Ez az összeg idén 100 millió forintra nőtt, amelyet december 31-ig igényelhetnek. Eddig is volt az előző két évben már ez a Széchenyi Kártya 50 millió forintig gazdálkodóként, ez most a duplájára emelkedett, úgyhogy azok a gazdálkodók, akik az idén esetleg az anyagi helyzete olyan, úgy alakult, hogy forráshoz van szükségük a gazdaság további viteleihez, azoknak ez nagyon jó lehetőség, ez egy kamatmentes hitel, semmilyen költségi elszámolás nem terheli ezt, úgyhogy az eljárás most van folyamatban még a kidolgozása, és remélhetőleg rövid időn belül a gazdálkodók ezzel a forrással vihetik tovább a gazdaságokat. A károk nagyobb részét a tavaszi fagy okozta, erről 4.116 bejelentés érkezett, összesen 3.443 ügyféltől. Ők több mint 31 ezer hektáron gazdálkodnak. A téli fagykár lényegesen kisebb volt, erről 2.740 bejelentés érkezett, 2.597 ügyféltől, akiket összesen 27.300 hektáron ért kár. Ezek a gazdálkodók a káresemény után 15 nappal jelentették be a termőterületeiket. Rácz Imre hozzátette, bejelentés utáni hitelfelvételre csak azoknak van lehetőségük, akik a 915 bejegyzett település egyikén élnek az országban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye majdnem a felét elviszi ezeknek a kárbejelentéseknek, a 10.500 valamennyi országos szinten, ebből 4.343 bejelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt meg. A 100 millió forintos igénylésre ebben az évben összesen 67 milliárd forintos keret áll rendelkezésre. Hektáronként 1 millió forintnyi összeget biztosítanak a gazdák számára. A szakképzési centrumok várják azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akiknek idén nem sikerült a felsőoktatásba bekerülni. Számukra a személyes tanácsadás után képzéseket ajánlanak a szakemberek, mondta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója a Kölcsei Televíziónak. A centrum például 2 éves képzéseket ajánlhat ki az érettségivel rendelkezők számára, a többieknek pedig továbbra is nyitva állnak a felnőtt oktatás nappali rendszerében elérhető tanulási lehetőségek is. A felsőoktatásba idén fel nem vett, mintegy 33 ezer fiatalt az oktatási hivatal levélben értesíti a szakképzésben rejlő lehetőségekről, így például az elérhető szakmákról, a tanulmányi ösztöndíjakról és a képzési formákról, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A jelentkezőket az ország 44 szakképzési centrumában 367 iskola várja, amelyek 238 különböző szakmát kínálnak a fiataloknak. A Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz 10 iskola
tartozik. 8 nagy tradicionális nyíregyházi szakképzőiskola, a Tiszavasvári és a Tiszalöki szakképzőiskolák. Ez azt jelenti, hogy több mint 80 szakképesítést oktatunk ezekben az iskolákban. Az első és a második szakma megszerzése egyaránt ingyenes. A fiatalok nappali, levelező és esti képzési formára is jelentkezhetnek. Utóbbi kettő választása esetén a tanulmányaik mellett munkát vállalhatnak. A szakképzésben résztvevő diákok a tanulmányi eredményeiknek megfelelő ösztöndíjat igényelhetnek. Fontos azonban, hogy a meglévő képzettségükhöz vagy tanulmányi eredményeikhez igazítva kapjanak tájékoztatást az elérhető képzésekről. Attól függően, hogy milyen végzettséggel rendelkeznek már, különböző alternatívákat tudunk biztosítani, tehát akinek érettségi bizonyítványa van, neki is tudunk 2 éves képzéseket ajánlani, például nagyon népszerű a lányok körében a fodrász kozmetikus képzés általában, de az egészségügy is tud alternatívákat biztosítani. A különböző technikus képzések, ezek elsősorban 2 éves képzések, tehát akinek érettségie van, 2 éves képzéssel tudunk bármilyen technikus képzést. Nyilván mi majd oda irányítjuk abba az intézménybe, aki ezeket a képzéseket folytatja, tehát például, ha valaki környezetvédelem, vízügy kapcsán szeretne szakképesítést vagy technikus képesítést szerezni, azt majd mi az EVISZPE közismert nevén irányítjuk. Ha egészségügy, akkor nyilván az AI, ha kereskedelem, vendéglátás, turisztika, akkor majd a Sipkaiban keresünk neki megoldást, és azért hangsúlyozom, hogy személyes megoldás, mert itt fontos tudni, hogy milyen előképzettséggel rendelkezik, de mindenkinek tudunk ajánlani különböző lehetőséget, és ha ez a megoldás sem jó, akkor ugye ott van a másik lehetőség, hogy 23 éves korig még a felnőtt oktatásban nappali rendszerben is tud tanulni, tehát mindazokkal a jogosultságokkal, amivel egy nappali tagozatos tanuló rendelkezhető, ő is megkapja ezeket, illetve hát, ha úgy gondolja, hogy tud valamilyen munkát találni, akkor a felnőtt oktatásban mi esti munkarendben is tudunk neki megoldást találni. Az országos hiány szakma jelenleg a szakács, a logisztikai ügyintéző, a gyakorló ápoló és a hegesztő. Azok a fiatalok, akik gimnáziumban végeztek, 2 éves technikus képzésen vehetnek részt a szakgimnáziumokban, vagy egyéb szakmát is választhatnak. A szakképzési lehetőségekről a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt Képzési Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Elsősorban a használt lakások és családi házak iránt nőtt a kereslet a megye településein az utóbbi időszakban. A vásárláshoz egyre népszerűbb a csók, illetve valamilyen lakossági hitel igénylése. Az új építésű ingatlanok iránti érdeklődés eddig alacsony volt, viszont a jövőben itt is növekedés indulhat el. A 2008-as válság az ingatlanpiacon is éreztette hatását egész Magyarországon, hiszen nagyban csökkent a lakáseladások és építések száma. 2016 második felétől azonban egy jelentős változás figyelhető meg, és egyre erősebb a lakásvásárlás iránti kedv. A növekvő tendencia nem csak országosan, hanem Nyíregyházán és az egész megyében is érzékelhető. Eddig vidéken a használt házak, illetve a nagyobb településeken a használt lakások piacának a fellendülése látható, de a jövőben az új építési ingatlanok iránt is megindulhat a kereslet. Jelen pillanatban elsősorban még mindig a használt lakások mennek. Ennek azért tudni kell, hogy a hátterében az áll, hogy a társasházi lakásépítések még valahol tömegével az idénre fognak megépülni, fognak elkészülni. Tehát ugye csokkal egybekötött lakáscélú hitelt viszont meg csak akkor tudnak igénybe venni az ügyfelek, hogyha már átvett lakhatási engedéllyel rendelkezik az ingatlan. Az ingatlan piac fellendülésével megnőtt a lakossági hiteligénylések száma is, illetve sokan élnek a családi otthon teremtési kedvezménnyel, a csokkal is. Az utóbbi időben inkább a használt lakás vásárlására a csokot és valamilyen jelzáloghitel konstrukciót vesznek igénybe szemben a 10 plusz 10-es konstrukcióval. Az ingatlan árak a megyében Budapesthez képest szerényebben alakulnak. Amíg a fővárosban a társasházi lakások négyzetméteréért 500-750 ezer forintot is elkérnek, addig Nyíregyházán 300 ezer, illetve a penthouse lakások esetében 340 ezer forintos négyzetméter ár a jellemző. Egy Hollandiában élő házaspártól kapott segítséget egy Máté Szalkai kutyamenhely. Az adományról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Szinte új csapatot kell nyáron építenie a Nyíregyháza NB1B-ben szereplő kézilabda csapatának. Az együttes jelentős fiatalításon ment át, 9 új játékos is érkezett, akiknek a beépítése még tart. A következő szezonban a nyíregyi kézisek az első 6 hely egyikét szeretnék megszerezni.
Hétvégén rajtolnak a megyei labdarúgó bajnokságok. Idén három osztályban 123 csapat küzd majd egymással. A Magyar Labdarúgó Szövetség most először a térségben kiírta a regionális futszál bajnokságot is, amely a tervek szerint szeptember végén indul. Civil segítséggel építettek kenneleket egy mátészalkai kutyamenhelyen. Az Összefogás az Állatokért Alapítvány 2012 óta foglalkozik kutyák befogadásával a városban. Jelenleg is mintegy 180 állatról gondoskodnak. A mostani támogatást egy szatmári születésű, Hollandiában élő házaspártól kapták. 180 kutya napi étkeztetését és egyéb költségeit fedezik ezen az állatmenhelyen Mátészalkán. Az állatok egy része valamilyen baleset után kerül ide, de a kóborkutyákat is befogadják. 2012 óta több száz állat életét mentette már meg az Összefogás az Állatokért Alapítvány. A menhely fenntartásában sokat számít a civil segítség. Most egy korábban Nagyecseden élő, jelenleg Hollandiában tartózkodó házaspár támogatásából építettek új keneleket. In April stierf mein Oom. Áprilisban halt meg a nagybátyám, aki egy nagyon állatszerető ember volt, és úgy döntöttünk, hogy halála után eladjuk a lakásának a bútorait, és az így kapott összeget egy kutyamenhelynek adjuk Mátészalkának. A holland nagybácsi, Gerard von Nimwegen egyszer járt Mátészalkán, akkor döntött arról, hogy itt szeretne segíteni. Az eladott bútorokból végül 1000 eurót, azaz 300 ezer forintot sikerült az alapítványnak ajándékozni. Az első ötletünk az volt, hogy a 300 ezer forintból csak étkezést fogunk mi saját magunk venni, és ide hozzuk. De amikor elhozott az unokahúgom ide, és szétnéztünk, már amikor kifelé mentünk a telepről, már akkor mondtuk nem. Először építünk egy kenelt, és ami megmaradt pénz, abból vásárolunk kaját. De sajnos nem maradt pénz, csak ajándékba. A település alpolgármestere megköszönte a segítséget és kiemelte. Reméli, hogy ez a kezdeményezés másokat is inspirál majd. Torma Tamás hozzátette, az önkormányzat is próbált szerepet vállalni az építésben. Az eszközöket, illetve az anyagokat megvásárolta az úriember, a fejlálló úriember, és az önkormányzat részéről pedig a szakmai munkát és a segédmunkát adtuk ehhez. Emellett már is civil szervezetként a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskolának a dolgozói, akik éppen a nyári karbantartási munkáikat végezték, azok is besegítettek, hogy ez ma itt létrejöjjön, megvalósuljon, és ezáltal az állatok egy komfortosabb kenelbe kerülhessenek. A most megépült kenel újabb kutyáknak ad majd lehetőséget a megmentésükre. Szinte új csapatot kell nyáron építenie a Nyíregyháza NB1B-ben szereplő kézilabda csapatának. Az együttes jelentős fiatalításon ment át, 9 új játékos is érkezett, akiknek a beépítése még tart. A következő szezonban a nyíregyházi kézisek az első 6 hely egyikét szeretnék megszerezni. A labdák egyelőre még pihennek a nyíregyházi kéziseknél. A felkészülés közel 2 hete tart már az NB1B-ben szereplő alakulatnál. Most az erősítésen, a megfelelő kondíció elérésén van a hangsúly. Aztán lassan a taktikai labdás elemek gyakorlásának is eljön az ideje, hiszen kezdődik az edzőmérkőzések időszaka. Ezeknek pedig most különösen nagy jelentősége lesz, hiszen a játékosoknak meg kell ismerniük egymást a pályán is, össze kell szokniuk, hiszen nagyrészt kicserélődött a tavalyi keret. A távozók sora hosszú, de meg annyi friss szerzemény is érkezett erősítésként. A jobb átlövő Gidai Máté Szegeden, a jobb átlövő irányító Tóth Patrik a Plerben, az irányító Horvátszki Mário pedig Agyőn kézilabdázott eddig. Beállós posztra a strand kézilabda válogatottban is szereplő Pricel Bencét és a ferencvárosi nevelésű Székely Nikolát szerződtette az egyesület. Boda Tamás és Gubó Alex Dabason, Gyimesi Ádám pedig Balmazújvárosban szerepelt még tavaly. A jócskán megfiatalított csapat építése elkezdődött, a vezetőség a hosszú távú jövő építését tervezi a generációváltással. Szerettük volna azt, hogyha most egy olyan fiatal csapat jön össze, akivel a következő évben már kevesebbet kell foglalkozni, és maximum 1-2 játékos kell beépíteni. Én úgy gondolom, hogy ezt sikeresen végrehajtottuk. Sok játékos érkezett, szám szerint 9 darab játékos, ami megnehezíti a dolgunkat, hisz nem egy klubból érkeztek, hanem 5-6 klubból tevődik össze az a szám.
Úgyhogy bízunk benne, hogy lassan, de össze fog érni ez a csapat. Türelem kell hozzá, én úgy gondolom, hogy hónapok kellenek hozzá, hisz jó játékosok, de még nem kész játékosok, és abból is kifolyólag, hogy mivel több klubból szerepelnek, azért össze kell csiszolódni, össze kell érni a játéknak. Az összecsiszolódott játék kifejezetten fontos lesz a következő idényben, hiszen az NB1-B-s bajnokság keleti és nyugati csoportját a 2018-19-es szezontól összevonják, ahová a csoportok első 6 helyezettje juthat be. Nyíregyházán a cél tehát egyértelmű, a legjobb 6-ba kerülni, ám ez cseppet sem ígérkezik könnyű feladatnak. Az ember ilyenkor eljátszik, hogy ki hogy hozott játékosokat, milyen játékosok tudott igazolni. Az első 6 azt mondom, hogy ott szinte bárki lehet, ugye a tavalyi csapatokból az Ósztól kezdve az Agyő, aki még erősített a Kecskemét, aki még oda kerülhet, meg ugye mi a feljutásért a Balmaz meg a Mezőkövesd van. Hát innentől kezdve mi nekünk az a dolgunk, hogy dolgozzunk, és a legjobb eredményt érünk el. Az lehet a 6. hely, de lehet, hogy előrébb is tudunk végezni. A nyíregyházi csapat a felkészülés során próbál minél több mérkőzést játszani, így heti rendszerességgel fog meccseket vívni rangos ellenfelekkel. Többek között az NB1-B-s bajnokság nyugati csoportjának a bajnokaspiránsával, a Plerrel és a tavaly még az élvonalban szereplő Mezőkövesdel is meg fog küzdeni a nyíregyházi gárda, de nemzetközi tornákon is szerepel majd az együttes, például Balmazújvárosban és Szászhalombattán. Hétvégén rajtolnak a megyei labdarúgó bajnokságok. Idén 3 osztályban 123 csapat küzd majd egymással. A Magyar Labdarúgó Szövetség most először a térségben kiírta a regionális futszál bajnokságot is, amely a tervek szerint szeptember végén indul. Az alsóbb osztályokban is véget ér a nyári szünet. Augusztus 12-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pontvadászatok küzdelmei is elkezdődnek. A következő szezonra összesen 123 csapat nevezését fogadták el, akik 3 osztályba sorolva küzdenek majd a végső győzelemért, illetve a feljutásért. Az első osztályban 16 együttes szerepel, a másodosztályban 3-16 csapatos csoport indul, a harmadosztályban pedig 4, 15 vagy 16 csapatból álló csoport lesz majd. Az élvonalban valamennyi feljutó együttes vállalta az indulást, az alsóbb osztályokban viszont vannak változások. Az elmúlt évekhez hasonlóan sajnos mindig van olyan csapat, aki az előző szezont, ahogy befejezi, a következőben nem nevez, viszont mindig vannak új belépőink. Ez most sincs másképp. Annyi változás volt, hogy most egy picivel több csapat lépett vissza, és kevesebb volt az új együttes, így a tavalyi évhez képest 4 egyesülettel kevesebben indultunk most el, illetve hát olyan nagy hagyományokkal rendelkező sportegyesületek nem neveztek most egyik osztályba se, akik azért az elmúlt évtizedekben meghatározták a megyei, meg az NB-s labdarúgás, például ilyen az Áhony, ilyen a Szakoly csapata, ilyen a Pap együttese, akik nem neveztek, akik azért azt mondom, hogy nagy vérveszteségnek bizonyulnak, hiszen ők a megyei másodosztályból léptek vissza. Új bajnokság is indul szeptembertől. A Magyar Labdarúgó Szövetség vezetése a szakák folyamatos fejlődésére való tekintettel, az NB2-es pontvadászat alá csoportosítva a 2017-18-as szezonra a felnőtt férfi korosztályra kiírta a regionális futszál bajnokságot. A futszál régiós felnőtt bajnokságunkban a nevezés határidő már lejárt, ott már tudjuk, hogy 12 csapatunk lesz, azért régiós, mert Hajdú, Borsod és Szabolcs megyéből tevődnek össze a csapatok. Most megyei bajnokságot nem írtunk ki, ugyanis az MLS azt kérte, hogy az NB2-t segítve úgynevezett régiós bajnokságokat írjunk ki, minket bízott meg a szervezésével, hiszen az elmúlt 4 évben a megyei felnőtt bajnokságunk az nagyon jól működött, ennek megfelelően sikerült egy 12-13 fős felnőtt bajnokságot kiírni, az is szeptember végén rajtól, és az utánpótlás bajnokságokra az U17 és az U20-ra még lehet nevezni 2 hétig, augusztus közepéig. A női bajnokság terén nagy változás történt, mivel több mint 10 év után nem indul el. Mindössze 3 csapat adta le a nevezését a megyei bajnokságba, a többi együttes mind magasabb osztályban indul. Jó hír viszont, hogy a női U15-ös korosztályban megduplázódott a résztvevők száma. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 67 milliárd forintos keretet biztosítanak idén a fagykárt szenvedett gazdák megsegítésére. Országos szinten összesen 10.826 bejelentés érkezett a téli vagy tavaszi károkról, ennek közel fele 4.343 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Idén a mezőgazdaságban felvehető kamatmentes hitelösszeg is a duplájára emelkedik.
A szakképzési centrumok várják azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akiknek idén nem sikerült a felsőoktatásba bekerülni. Számukra személyes tanácsadás után képzéseket ajánlhatnak a szakemberek, mondta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója a Kölcsei Televíziónak. A centrum például 2 éves képzéseket ajánlhat ki az érettségivel rendelkezők számára, a többieknek pedig továbbra is nyitva állnak a felnőtt oktatás nappali rendszerében elérhető tanulási lehetőségek is. Elsősorban a használt lakások és családi házak iránt nőtt a kereslet a megye településein az utóbbi időszakban. A vásárláshoz egyre népszerűbb a csok, illetve valamilyen lakossági hitel igénylése. Az új építésű ingatlanok iránti érdeklődés eddig alacsony volt, viszont a jövőben itt is növekedés indulhat el. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 11-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb, hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérhetik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. A Kárpát-medencét nyugat felől hullámzó hidegfront éri el, amely lassan halad kelet felé, változékony időt több fokos lehűlést okozva. Az éjjel eleinte jobbára derült idő várható, majd átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként zápor, zivatar kialakulhat, néhol felhőszakadás, hégeső is előfordulhat. A keleti, majd a nyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés is várható. Szorványosan előfordul zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarban viharos lökések is lehetnek. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Vasárnap főleg a keleti országrészben még több helyütt számítani lehet esőre, záporra, de nyugat felől egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet. A következő napokban gomoly felhős, nagyrészt napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A hétvégi jelentős lehűlést követően fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés.